Sziasztok! Gábor vagyok, házipék, tartsatok velem, és süssünk közösen! Sziasztok, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, ma szombat van, úgyhogy a szénhidrát csökkentett vonalon fogunk dolgozni, és az anno egyik legsikeresebb receptemet, amivel először úgymond berobbantam a köztudatba, illetve hát ezekre a szociál médiás platformokra, a sajtos pogácsa volt az, és a sajtos pogácsát fogom most szénhidrát csökkentett verzióba elkészíteni. Természetesen, hogyha hagyományos lisztekkel dolgoztok, akkor a fenn megjelenő információsávnál éritek a hagyományos receptet is, hogyha viszont életmód vagytok, tudatosan táplálkozok, akkor ajánlom, hogy próbáljátok ki ebben a formában. Álljunk neki a tészta egyszerű összetételének. Mivel omlós tésztát csinálunk, ezért a keverő tálunkba az első dolog, ami belekerül, az nem más, mint a liszt. Ehhez a recepthez természetesen szénhidrát csökkentett lisztkeveréket használok, ráadásul a D-Star márkától, amiből én most a fehér kenyér lisztkeveréket választottam. Alapvetően akár a süti lisztkeverékükkel is el tudtam volna készíteni ezt a receptet, de mivel a fehér kenyér lisztkeverékben benne van pont az a mennyiségű só, ami ehhez a recepthez optimális, így már só pluszban nem kell hozzáadjak, azzal nem kell bajlódni annak a kimérésével, ezért ez a fehér kenyér lisztkeverék optimálisabb. A liszthez hozzá lehet adni a zsiradékot, a vajat, a megadott mennyiségben akár margarint is lehet használni, én ízvilág véget inkább a vajat preferálom, de ezt mindenki egyénileg el tudja dönteni. Annó még a receptemet margarinnal készítettem a hagyományos vonalon, úgyhogy azzal is teljesen jól működik, hogyha azzal szeretnétek elkészíteni. És mivel most egy omlós tésztát készítünk, és ebben a lisztkeverékben főleg magas arányban van a fehérje a siker, ezért a lisztszemcséket a zsiradéknak először körbe kell venni, mielőtt a nedves anyagukkal találkoznak, hogy a tésztának az állaga omló szerkezetű legyen, úgyhogy ebben a formában a vajat és a lisztet felhelyezem a Kenwood Cooking Chef dagasztógépemre, amit nagyon sokan ismertek már, de sokan szoktátok kérdezni, hogy milyen gép, mert azért úgymond elég látványos és elég professzionális. Ahogy láthattátok, a K-fejet használom, a szélesebb fejet a vajnak és a lisztnek az elmorzsolására, mert ez hatékonyabb ebben az esetben, mint a spiráldagasztókkal, és akkor elkezdem összekeverni a vajat a liszttel. Rendben van, ahogy nézem, másfél perc alatt végzett a gép ezzel a művelettel. Természetesen ezt még kézzel is egyszerűen el lehet végezni, de hát hogyha már egyszer itt van a gép, akkor természetesen kihasználom. És akkor mutatom nektek, hogy ebben az állapotban milyen az állag. Összegyúrható, ahogy láthatjátok, tömbbe, és ilyenkor már megfigyelhető, hogyha eltöröm az omlós törést. Nagyon szépen mindenhol átjárt a zsiradék a lisztet, alul sincsenek fehér lisztszemcsék, úgyhogy mehet tovább a munkafolyamat, hozzáadhatom a további alapanyagokat. Ahogy mondtam, a só a lisztkeverékben már benne volt, úgyhogy a másik ízesítő elem az nem más, mint a cukor helyettesítő. Cukrot itt ebben az esetben nem használunk, és cukor helyettesítőből a D-Star-nak 4x édes cukor helyettesítőjét használom, viszont úgy találtam, hogy ez a legjobb termék, aminek nincsen mellékíze a fogyasztás után. A cukor helyettesítőt kis arányba használjuk föl, igazából mondhatni, hogy akár el is hagyható, tehát ez a cukor helyettesítő nélkül is jól fog működni a recept, de azért optimális hozzáadni az ízvilág fokozása érdekében. Nos, az egyik nedves összetevő az a tejföl. A tanulóhelyemen, amikor tanultam a pékszakmát, a főnök mindig azt mondta, hogy pogácsát lehet készíteni tejföl nélkül, de jó pogácsát nem. Természetesen péküzemekbe, ahol használnak is tejfölt, ott alacsonyabb arányba kerül bele. De házilag szerintem ez egy doboz 200 g-os tejfölnek a belerakása, az igazából aki nekiáll egy pogácsát elkészíteni, az már nem okozhat problémát. A tejfölön kívül másik nedves összetevő az nem más, mint a tojások.
pontosabban az egy darab tojás és a másiknak a sárgája, az is belekerülhet a dagasztó tába, valamint itt van még úgymond a dagasztó folyadék, ami nem más, mint langyos tej. A langyos tejbe pedig bele van morzsolva az élesztőnek a teljes mennyisége, vagy a morzsolt élesztőre öntjük rá, ez igazából már részletkérdés. Egy picit fölfutott, a többit pedig elkeverem. És közben elmondanám, hogy a többi összetéve, amit felhasználtam, nagyon fontos, hogy legyen szobahőmérsékletű, hiszen a vaj kemény hideg állapotban nagyon nehezen eldolgozható, a tésztát is lehűti, valamint a tejföl és a tojás is lehűti a tésztát, hogyha a hűtőből veszük ki, tehát egy 2 órával a felhasználás előtt érdemes a hűtőszekrényből kivenni. Nos, miután az élesztőt elkevertem, nem tapad sehol sem meg ez a tálnak a falához, hozzáadom ezt is. És még egy alkotó elem van, ami a sajtos pogácsából nem hiányozhat, úgyhogy hozom is. És akkor, ahogy az előzőkben elmondtam, a reszelt sajt is belekerülhet a keverőtálba. És így, hogy a sajtot is belehelyeztem, most már minden alapanyagom benne van, úgyhogy visszakerülhet a dagasztógépre. És most már, mivel tésztát dagasztok, ezért nem a K-fejét, hanem a spiráldagasztó fejet fogom fölhelyezni. És úgymond egy általános dagasztási programon, 1-2 perc lassú fokozatú dagasztás, 8-10 perc gyors fokozatú dagasztással beragasztom a tésztát, ami ebbe a gépbe bele van programozva, hiszen itt a programok között a tészta dagasztása megtalálható, úgyhogy induljon is a munka. Rendben van, a tésztát az ajánlott dagasztási programon nagyon szépen elkészítette a gép. Bár egy ilyen pogácsa tésztát elmondom nektek, hogy még kézzel is egyszerűen ki lehet dagasztani, hogyha esetleg nincsen valakinek gépe, de akinek nincsen gépe, az akár a 10%-os Gábor házi pék kuponkódot is ki tudja használni, amit az előbb láttatok. Nos, mutatom a tésztának az állagát. Ahogy láthatjátok, egy nagyon szép, közepesen lágy állagú tésztát kaptunk, aminek már most felfedezhető az omlós törése, de természetesen mielőtt megdolgozzuk ezt a tésztát, egy rövid tésztérés, egy rövid pihentetési fázis szükséges, amihez visszarakom ide a keverőtálba, amit lefedek egy fedővel, hogy a tésztának a felületét is óvjam a kiszáradástól, és így pihentetem meg a tésztát szobahőmérsékleten. A pogácsa tészta 30 percet pihent a szobahőmérsékleten. A pogácsa tésztákat és ezeket a zsíros omlós tésztákat nagyon nem kell hosszabban pihentetni, legalábbis a sós omlósok közül, hiszen így könnyebben megformálható. Egyelőre még túl nagy térfogat növekedés nem tapasztalható, de azért, hogyha megnyom a tésztát, azért érzem, hogy a tésztaérés kezdete óta elég szépen lazult a szerkezete. Kiemelem a tából, és mivel magas a zsíradék tartalma, nagyon szépen elválik a tától, amire most már nem is lesz szükségem, és most egy picit fölgyúrom, hogy egy szép egyenletes sejmes felületet kapjak neki, illetve a termelődött széndioxid gázokat kidolgozom, hiszen hogy újra termelem benne, akkor szebb lesz a bélzett kialakulás. Rendben van. A következő lépésben egy kis liszttel felszórom az asztalomat, ahol nyújtani fogom ezt a tésztát. Majd a nyújtófelület közepére helyezem a tésztát, egy picit kilapítgatom, a tetejére is szórok egy kevés lisztet, és akkor a nyújtófával szépen elkezdem minden irányba nyújtani. Rendben van, annak érdekébe, hogy szép magas pogácsákat kapja, nem vékonyítottam el nagyon a tésztát, és körülbelül egy olyan 2 cm-es a magassága. Ez a 6 cm-es átmérői pogácsa szaggatóhoz teljesen optimális lesz, én úgy gondolom. Szép magas pogácsákat fogunk kapni, viszont arra odafigyelni kell, hogyha túl magasra hagyom a tésztát, akkor a kelés, illetve a sütés fázisában eldőlhetnek a pogácsák. Most a következő lépésben egy picit mintázzuk ezt a tésztát, bár mondjuk úgy is sajtózni fogjuk őket, úgyhogy túl nagy jelentősége nincsen, de azért egy picit megcsíkozom én ezt a tésztát, tehát fogok egy éles kiskést, vagy akár egy borotva pengét, és akkor így határozott mozdulatokkal egy pici bevágásokat teszek rajta, és ez is egy picit extrán fogja mintázni. Ezt se kell túl mélyen megejteni, hát nagyjából körülbelül egy olyan 3 mm mélységbe vágom be, és akkor megpróbálok nagyjából a vonalatnál egymással párhuzamosan haladni. Rendben van. Még hogy így keresztirányba is meghúzkodnám, akkor nagyon szépen be tudnám rácsózni, de nekem eléggé tetszik ez a csíkos mintázat, úgyhogy én így fogom őket kiszaggatni.
Akár amúgy ki lehet nyújtani négyszögletesen a tésztát, és négyszögletesen kivágni egy pizzavágónak mondjuk a segítségével, akkor nincsen maradék tészta, amit újra kell dolgozni, de természetesen ezt mindenki egyénileg el tudja dönteni. A hagyományos pogácsa forma az mégiscsak kerek, és akkor elkezdem szépen a 6 centis szaggatommal kiszaggatni a tésztából a pogácsákat. Határozott mozdulattal rányomom, fordítok egyet rajta, amivel elszakítom a többi tésztától, és így nagyon szépen ki tudom szaggatni, és akkor azért megpróbálok arra törekedni, ahogy láthatjátok ezeknél a pontoknál, hogy minél kevesebb maradékot hagyjak, minél kevesebb tésztát kelljen majd újra dolgozzak. Rendben, az első adag pogácsák kiszaggatva, itt pedig a maradék tésztám. A maradék tésztát, hogyha szaggatom a pogácsát, akkor kénytelen vagyok újra gyúrni, újra gyúrom, hagyom egy picit pihentetni egy pár percet, és utána újra fogom nyújtani. Ilyenkor még egy picit nehezen áll össze a tészta, főleg ez a magas sikertartalmú tészta, de hogyha egy picit jól átdolgozom, akkor ki fog simulni, illetve még akár az asztalhoz is lehet picit csapni, mert az is segít a felületnek a kisimulásába, miközben megformálom. De még hogyha hagyom egy picit pihenni, és utána még formálok rajta, akkor nagyon szépen fogom tudni dolgozni, és nagyon szépen ki fog simulni a felülete. Egy picit lefedem ezt, és akkor a sütőpapírra a bélelt sütőtepsimre pedig a kiszaggatott pogácsákat elrakom. A maradék tésztát addig kell mindig újra dolgozni, amíg el nem fogy. És akkor mutatom nektek, hogy közel 1-2-3 perc pihentetés után picit így erősen oda csapkodtam az asztalhoz a tésztát, és ahogy láthatjátok, felső felület nagyon szépen kisimult, az alsó felület nem feltétlen mérvadó, mert úgy is kinyújtjuk és az alulra kerül. Úgyhogy igazából, hogyha így ebben a formában elkezdem ismét nyújtani a tésztát, akkor a felső felület ismét nagyon szép sima lesz, ahogy látjátok. Esetleg a széle egy picit töredezik, de hát az azért van, mert omlós tészta. És akkor megcsinálom a többi pogit is szépen. Rendben van, miután a pogácsákat elosztottam két sütőlemezre, letakarjuk őket, és ez lesz egy hosszabb kelesztési fázis, igazából itt nem a tésztaérés a hosszabb, hanem inkább a kelesztés. Amikor szépen megkeltek, akkor előkészítjük őket a sütésre. A pogácsákat így nyár végén körülbelül egy 25 fokos lakás környezetben én 50 perce kelesztem, és hogyha megnézitek, akkor láthatjátok, hogy nagyon-nagyon szépen megemelkedtek, szép magas pogácsák lesznek, ebben még természetesen belekalkuláljuk. Elnézést. Tehát ebben meg természetesen bele lesz kalkulálva az is, hogy még a sütés közben is nagyon szépen fog növekedni, picit szélességbe is, de legfőképpen fölfelé. A kelesztési idő nyáron, hogyha egy picit melegebb a lakáshőmérséklet, akkor természetesen gyorsabb ütembe zajlik, de télen, hogyha a lakáshőmérséklet is hűs, akkor egy picit föl is hosszabbodhat, úgyhogy a 45 és 60 perc közé határolnám, és akkor készítsük elő a pogikat a sütésre. Egyszerűen felvert tojásba lemártam az ecsetemet, és akkor a pogácsáknak a felső felületét átkenem a felvert tojással, és természetesen oldalt nem kenjük őket, hiszen oldalt matt marad, matt színű, fölő pedig szép barnább és fényesebb. Rendben, miután a kenéssel megvagyunk, reszelt sajttal dekoráljuk, illetve ízesítjük még a felső felületeket, tehát mindegyikre rakunk egy kevés sajtot. Túl sokat nem rakok, mert akkor nehezebben sül a pogácsa, és megpróbálok mindegyikre egyenletesen ugyanannyi sajtot rakni, hogy ugyanúgy süljön. Azért, ahogy láthatjátok, nem lesz ezen kevés, tehát nagyon-nagyon finomak lesznek, és nagyon jól fognak kinézni. Közben, miközben a sajtot fölhelyezem, annyit elmondanék, hogy a második lemezen lévő pogácsák, amelyeket később szaggattam, azoknak, hogyha úgy látjátok, hogy még bírják a kelesztést, akkor kinn is hagyhatjátok, de hogyha nagyon meleg van a konyhába, és már nagyon meg van indulva a tészta, akkor a fóliával letakarva a hűtőszekrénybe helyezéssel tudjátok fékezni azoknak a kelesztésüket, hogy nehogy elkeljenek, amíg az első kanyar sül. És természetesen a hűtőből kivéve, hogyha már kellően meg van kelve, akkor lekelhetitek a tojással, előkészíthetitek, és egyből mehet is a sütőbe, úgy, ahogy most az első lemezbe kerül. 240 Celsius fokra előmelegített, alsó-felső sütési módba kell behelyezni a pogácsákat, a sütési hőmérsékletet azonnal 210 Celsius fokra csökkenteni, és körülbelül 15 percig sütni. A sütési idő lehetettől 1-2 perccel eltérő. Kedves házipékek, elkészültek a pogácsák, szerintem csodálatosan sikerültek, nézzétek meg te is, nagyon szép magasra emelkedtek, gyönyörűen átsültek.
az a negyed óra sütési idő alatt, de persze, hogyha másfajta méretben csináljátok, nagyobb méretben sülhet hosszabban, és kisebb méretben rövidebb ideig, zsúrpogácsának is nagyon jó ez a recept. És akkor mutatok külön egy darabot, hogy lássátok, hogy hogy is néz ki, egy picit megforgatom nektek, igazából a bevágások is egy picit látszanak, de nem túl nagy dekoráció egy sajtos pogácsánál, az alja is kellően átsült, a széle pedig enyhén elkezdett pirulni, nem túlzottan, és akkor nézzük meg belülről, azt most itt a háttérnél fogom eltörni, mert szeretném bevágni a videó elejére is, és akkor megnézzük, hogy a belső szerkezet is hogy néz ki, és ahogy láthatjátok belülről is nagyon-nagyon szép lazított a szerkezete, az íze pedig varázslatos, már az egész család megkóstolta, kipróbálta, egy picit azon izgultam, hogy eléggé sós lesz, így, hogy extra sót nem adtunk hozzá, de igazából így is elég sós volt és nagyon-nagyon finom, úgyhogy szeretettel ajánlom, hogy vegyétek a bátorságot és próbáljátok ki a receptet. Hogyha tetszett a videó, akkor megszokottan alul légy szíves, tegyétek meg, hogy nyomtok egy lájkot, nyugodtan hagyjatok egy kommentet, és osszátok meg velem a véleményeteket, illetve, hogyha nagyon tetszett a videó, akkor osszátok meg az ismerőseitekkel. Feliratkozni se felejtsetek el, hogyha még nem tettétek meg a csatornára, hiszen a további receptekről is így idejében tudtok értesülni. Facebookon és Instagramon Gábor Házbék hivatalos néven vagyok elérhető, a weboldalomnak webcíme, ahol az összes receptet egy helyen találjátok, pedig gáborházbék.hu. Jövő héten a hagyományos vonalon jön csütörtökön a következő recept, addig is minden jót kívánok, sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.